Azért vagyok a csapatban, mert vonzott egy olyan hely, ahol fiatalos közösségben, jófej emberek között jókat lehet beszélgetni, és úgy érzem, hogy ez a hely egy jó közeg lehet a számomra, és szerintem mindenki számára. Nyitott témákkal, nyitott kérdésekkel, nyitott emberekkel egy jó közösségben találtam magam. Nagyon izgat engem a jövő, hogy mi lesz a jövő, hogyan fogok pályát választani, hogyan fogok boldogulni, mi lesz velem 20 év múlva, 30 év múlva. Nagyon izgat még az egészség, mint téma, hogy egészséges étkezés, meg mozgás, meg ilyenek. Ezekre amúgy szükség is van szerintem nagyon. Izgat még a lelki élet, hogy hogyan lehet az embernek a lelkét gondozni. És itt nem csak a spirituális dolgokra gondolok, hanem a mentálhigiéniére is. Ezt a kettőt így egyben kicsit. Én most nem tanulok jelenleg sehol. Egy alapítványnál tanulok újságírónak egyébként. Keresem az utamat. Szerintem attól boldog az ember, hogyha úgy érzi, hogy elemében van. Hogyha úgy érzi, hogy mindent megtehet, amit meg akar tenni, és nem kell semmit megtennie, amit nem akar. És nem kell olyat tennie, ami tudja, hogy értelmetlen, vagy hogy boldogtalansághoz vezeti. Fontos nekem a szabadság, de nem a szó szoros értelmében, hogy szabadság, hogy bármit megtehetek, hanem abban az értelmében, hogy szerintem nagyon fontos, hogy a szabadságon belül legyenek korlátok, legyenek falak, hogy abba az irányba tudjak nézni, amerre kell. Hogy a fal egy kicsit beorientáljon engem tényleg abba az irányba, ahova szeretnék majd menni, meg amelyre szeretnék fordulni. Öten vagyunk testvérek, és én vagyok a középső. Mivel én vagyok középen, mindenkivel nekem van a legjobb kapcsolatom, mert mindenkihez én vagyok a legközelebb. Tehát, hogy legnagyobbként, meg legkisebbként nehéz kicsit kapcsolódni, mert nagyon más életszakaszban vannak, én meg mindenhol középen vagyok, úgyhogy csomószor én vagyok így az átkötés, az út. Merész kimondani, de tudom, hogy a testvéreim a születésem, vagy az ő születésüktől fogva ismerem őket, vagy ismernek engem. És tudom, hogy a testvéreim a tűzbe mennének értem. És ez lehet a neveltetésünktől is, lehet a természetünktől is. Másrészt meg nagyon hasonlóak vagyunk, nem csak kinézetre vagyunk öt tojás, hanem belsőre is főleg. Ezért nagyon megbízom bennük.